Nagybecskereken a Vajdasági Szociáldemokrata Liga Városi Bizottsága közleményt adott ki, amelyben elítélik a városi hatalom tagjait, amiért levették Vajdaság zászlaját a Városháza épületéről, illetve több közvállalat, városi intézmény épületéről. Mi vajdaságiak tiszteljük a közösségünket, tiszteljük ezt az országot és minden szimbólumot, akkor megkérnék mindenkit független politikai hovatartozásától, hogy tiszteljék azt, amire kötelesek, illetve törvényi kötelességük van. A nagybecskereki kultúrközpontban megerősítették, csak úgy, mint a Városházán, hogy Vajdaság zászlaja mosáson van. Iván Bosnyák polgármester parancsára szakadt zászlókat lecserélték újakra, illetve a piszkosakat mosásra vitték. Nincs tartalék vajdasági zászlónk, így az legkésőbb keddig visszakerül a Városháza épületére, mondta a Városi Képviselőtestület elnöke. Egyes intézmények épületéről, mint például a Városi Könyvtáréről nem hiányzik Vajdaság zászlaja, viszont vannak olyan vállalatok, ahol azt állítják, az illetékesek csak ünnepekkor teszik ki a zászlókat, közöttük a vajdaságit is.